Brüsszeli tudósítónk arról kérdezett járókelőket a belga fővárosban, hogy hallottak-e Orbán Viktor új családvédelmi lépéseiről. Igen, több pénzt akar adni azoknak a nőknek, akik gyermeket vállalnának, ezt hallottam. Mit gondol erről a tervről? Ön szerint működhet a dolog? Születhetnek így gyermekek? Nem. Miért nem? Mert nem hiszem, hogy pénzügyi kérdés lenne a gyermekvállalás. Természetesen kell pénz a felnevelésükhöz, de ezt nem így csináljuk. És ön mit gondol erről az ügyről? Megtudhatom a véleményét? Egyetértek az előttem szólóval. Szerintem felháborító az, hogy a pénzzel akarják szülésre ösztökélni a nőket, vagy hogy azt mondják nekik, hogy nem tudom, meddig nem kell adót fizetniük. Sajnálom, nem hallottam erről. Ez lehet pozitív és nagyon negatív dolog is. El kellene ezen gondolkodnom, nem tudok válaszolni, mert idő kellene ehhez. Sok más országban is van ilyesmi. Vannak adókedvezmények a sok gyerekes családoknak. Úgy hallottam, sok pénzről van szó, ha nem tévedek. Ennek az intézkedésnek szerintem a környezete az, amivel nehéz egyetérteni. Szerintem nagyon sokat segíthet az, ha ilyen adókedvezményeket kap az ember. Szerintem jobb, ha az adónak ez a része a családoknál marad, a családokat segíti, hogy legyen mozgásterük, hogy tudjanak befektetni. Nem kellene a pénznek az államnál maradnia.